Your Excellency Sándor Fazekas, Minister of Rural Development, milyen tisztelt Representative Dr. Fazekas Sándor úr, vidékfejlesztési miniszter úr, diplomáciai testületek képviselői, ENSZ kollégáim, sajtó képviselői és tisztelt vendégek. Nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetem önöket. Köszönöm kifejezetten a magyar kormánynak, és főleg a tisztelt Fazekas Sándor úrnak, vidékfejlesztési miniszter úrnak ezt a lehetőséget. 96-ra nyúlik vissza együttműködésünk, amikor az első irodánk megnyílt itt Budapesten. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy fenntartható fejlődésében támogathatjuk Magyarországot, és különleges stratégiai partnerként az elmúlt 17 évben támogathattuk Magyarországon. Ez az ünnepség az 5. évfordulóját is ünnepeli a közös szolgáltatások központjának fennállásának 5. évfordulóját ünnepeljük tehát, és a további irodai bővítmény átadását is, amelyet a magyar kormány, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából kaphatott meg a központ. Az elmúlt 5 évben a központ megháromszorozta méretét és kapacitását is, ahogy egyre több szolgáltatást adtunk a központ feladatai közé. Várjuk a további növekedést, egyéb adminisztrációs funkciókat fogunk azonosítani, amelyeket ide helyezünk, hogy maximalizáljuk a szervezet hatékonyságát. Szeretném itt megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem a magyar kormány nagy lelkűségét és vendégszeretetét ez alatt az 5 év alatt, amíg itt működünk. Hölgyeim és uraim, minden szervezetnek hatékonyságra kell törekednie, és nagyon fontos az FAO számára, a FAO számára, mert hogy egyre több tagunk szenved különböző hiányokban, és missziónkat és erőforrásainkat koncentrálni kell. Ez nem egyszerű, de fontos és hasznos, szükséges lépés. Az elmúlt eredmények nagyobb pozitív hatásokat adnak Magyarország tevékenységéhez is, és elég ok arra, hogy haladjunk előre már a megkezdett úton. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Főigazgató úr, Excellenciás hölgyek és urak, kedves vendégeink! Nagy öröm számomra, hogy a FAO Közös Szolgáltató Központ fennállásának 5. éves évfordulója alkalmából a Vidékfejlesztési Minisztériumban köszönthetem Önöket. Külön tisztelettel köszöntöm José Graciano da Silva urat, a FAO főigazgatóját, kedves barátomat, nagyon örülök annak, hogy elfogadta meghívásunkat, és együtt lehetünk most ezen a jeles alkalmon. Egyúttal szeretném megragadni a pillanatot, hogy kifejezzem elismerésemet Nabil Ganji úrnak, a FAO Közös Szolgáltató Központ igazgatójának és munkatársainak az ünnepség megszervezésének a kezdeményezéséért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hazánk számára kiemelten fontos a szakosított ENSZ szervek magyarországi jelenléte. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy rangjukhoz méltó helyet tudunk biztosítani a FAO budapesti hivatalainak, a Közös Szolgáltató Központnak, valamint az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatalnak. A FAO magyarországi jelenléte komoly politikai siker és diplomáciai eredmény. A FAO-hoz történő csatlakozásunkat követő első évtizedekben hazán kedvezményezett országként értékes intézményfejlesztési támogatásokat kapott a FAO-tól, és számos szakmai eredményt köszönhet a szervezetnek. Az EU-hoz történő csatlakozás után pedig Magyarország donorországgá lépett elő, és azóta a 2007-ben megkötött kétoldalú megállapodás értelmében támogatjuk a FAO céljai elérése érdekében. Ennek a megállapodásnak a részét képezi továbbá, hogy megfelelő elhelyezést biztosítunk a FAO hivatalainak. A Közös Szolgáltató Központ 5 évvel ezelőtt a Vidékfejlesztési Minisztérium épületében, itt a Kossuth Lajos téren, a Magyar Parlamenttel szemben nyert elhelyezést. Az elmúlt 5 év folyamán az iroda alkalmazottjainak száma közel a kétszeresére nőtt, és nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a FAO a közeljövőben bővíteni szeretné tevékenységi körét.
Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy további szakemberek befogadására alkalmas munkaterületet biztosítsunk a szervezet számára. Ezzel együtt a FAOK budapesti hivataléban már több mint 300 fő foglalkoztatása valósulhat meg, akiknek jelentős része magyar munkavállaló. Ezúton is szeretném megerősíteni, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy kedvező körülményeket biztosítson a további létszám és tevékenység bővítéshez. A legkülönfélébb szakterületeket érintő sikeres együttműködések egyre szertágazóbbá teszik szakmai kapcsolatainkat a FAO-val. Minisztériumunk a szervezettel közösen népszerű és elismert ösztöndíjprogramot működtet alacsony jövedelmű országokból érkező hallgatók részére, amelynek keretében magyarországi agráregyetemeken folytathatnak master szintű tanulmányokat. Az Agrártárca részéről további projekteket is finanszírozunk Kelet-Európában és Közép-Ázsiában a FAO-n keresztül, amelyeket a nemzetközi fejlesztési együttműködés iránti elkötelezettségünk miatt is kiemelten fontosnak tartunk. Mindezek részét képezik annak a 2007-es megállapodásnak, amelyet a magyar kormány a FAO-val kötött annak érdekében, hogy a két hivatalt, a regionális irodát és a közös szolgáltató központot Budapestre helyezzék. A most folyamatban lévő irodabővítés már túlmutat e megállapodás keretein. Bizonyítja a korábbi együttműködések eredményességét, egyúttal ígéretes jövőt vázol fel az előttünk álló közös munkák szempontjából is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a VM épületében működő FAO közös szolgáltató központ az elmúlt 5 évben dinamikusan fejlődött. Bízunk abban, hogy az új irodák rendelkezésre bocsátásával hozzájárulunk a FAO számára fontos szolgáltatási funkciók még hatékonyabb ellátásához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Főigazgató úr! Engedjék meg, hogy ezennel jelképesen átadjam a minisztérium épületének teljes 4. emeletét a FAO részére abból a célból, hogy a szervezet közös szolgáltató központjának bővítése megvalósuljon és a kivitelezési munkálatok eredményesen megtörténjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!